Engedjék meg, hogy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket, és szeretném külön megköszönni a lehetőséget, hogy ezen a konferencián fővédnök lehetek. Persze kíváncsi lehetne, mint egy női konferencia fővédnöke, de örülök, hogy az urak számosan itt vannak, bár az elmúlt évszázadok hagyományaitól eltérően most nem a többséget, hanem a kisebbséget képviselik, így őket külön köszöntöm. Lehet, hogy most azt gondolják, hogy ki fog állni egy harcos Amazon, és itt most arról fogok szólni, hogy milyen fontos ma a női szerep, de hadd kezdjem magam is azzal, hogy a 21. század harmadik évtizedében érvényes-e azt a kérdést föltennünk, ami a női szerepvállalást a társadalomban erősíteni kívánja, vagy akár a családban. És én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül érvényes kérdés, már csak azért is, mert itt a 21. század harmadik évtizedének közepén is valahol ez egy olyan kérdés, ahol rá kell, hogy jöjjünk, hogy van még mit tennünk. És erről szólnék, ha megengedik, tudom, hogy ez egy történészek által, és inkább a múltba és a múlt példáit elénk táró konferencia, de hadd legyen az origó mégis a 21. század harmadik évtizede, és külön szeretném megköszönni professzor úrnak és elnökasszonynak, hogy meghívtak ezt a konferenciát megnyitni, már csak azért is, mert ez egy különleges nap a mai. Különleges nap, mert 1841-ben mai napon született Hugonnai Vilma. Mi lehetne talán jelképesebb, mint ha visszagondolunk azokra a hölgyekre, akik elsőknek tekinthetők és úttörők voltak a saját területükön, saját szakmájukban. Itt néhány nevet hadd említsek, már csak azért is, mert sok név elfeledett. Hadd mondjam Glücklich Vilmát, aki ugye az első egyetemi hallgató volt, és 1895. november 18-án született meg az a jogszabály, amelyik engedélyezte a hölgyeknek is, hogy egyetemi hallgatóvá váljanak. Vagy hadd mondjam dr. Ungár Margitot, aki az első ügyvéd volt. Említhetném Steinschneider Lilit, aki az első női pilóta volt. Dienes Valériát, az első professzorasszonyt, és örülök, hogy Prokop Mária professzorasszony is itt van most köztünk. Bédi Swimmer Róza, tudták-e, hogy ő volt az első nagykövet, női nagykövet, vagy diplomata? De említhetném Torma Zsófiát, aki az első női régész volt, egy kiváló régész családból, Slachta Margitot, mint jó elődömet, aki az első női képviselő volt a parlamentben, és örömmel láttam azt a legutóbbi filmet, ahol az ő ténykedését is bemutatták, ahol valóban azok a kérdések kerültek terítékre az ő személyén keresztül is, hogy milyen fontos az a hozzáállás, vagy az a női lényeg, vagy a nőből eredő lényeg, ami az érzelmeket, a toleranciát jelenti. És itt szeretném elmondani azt is, hogy ugye van az a mondás, hogy a férfiak az eszükkel éreznek, a nők a szívükkel gondolkodnak. Na most a 21. század harmadik évtizedében különösen fontosak azok a tulajdonságok, amik a tárgyalás, a megértés, a tolerancia kérdésköreit emelik ki, hiszen a mai egyébként rendkívül változó, rendkívül az embert kiszolgáltatottá tevő világba különösen fontos ezeknek az előtérbe helyezése. És ha megengedik, akkor mivel azt mondtam, hogy legyen a 2024. szeptember 30-a az origó, ebben Hugonnai Vilma születésnapja, ugye ha jól számolom, akkor a 183. születésnapja, akkor hadd említsem elsősorban azt, hogy még mindig a világ is foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet a női egyenjogúságot emelni. A kérdés az, hogy ezt meddig akarjuk egyenjogúsítani, szükség van-e a teljes egyenjogúságra. És én ma elsősorban ezt a kérdést tenném föl, amire majd
Éppen Ferenc pápa az elmúlt hétvégén foglalkozott éppen a női kérdésekkel, és ebből szeretnék majd a megnyitom végén egy mondatot idézni, de hadd említsem azt, hogy 2015-ben, amikor a fenntartható fejlődés célokat megfogalmazták, ott is az ötödik ilyen cél a 17-ből pontosan az volt, megvalósítani a nemek közötti egyenlőséget, segíteni minden nő és lány felemelkedését. De, és ami érdekes, hogy az Európai Unióban nemrég készítettek egy felmérést, megkérdezték az európai polgárokat, hogy mit tartanak ők, hogy mi a nőknek és a férfiaknak a feladata Európában. Tudják, mi volt a válasz? Az európai polgárok 44%-a mondta azt, hogy a nők szerepe a családban és a gondoskodásban van. 44% mondta. Ehhez képest azért majd érdemes azzal foglalkozni, hogy mi az, amit a mainstream tart erről az egész kérdésről. De milyen érdekes, hogy az európai polgárok 43%-a viszont úgy fogalmazott, hogy a férfiak feladata a jövedelem szerzés. Tehát azért még mindig a 21. század harmadik évtizedében is azért ott van az a konzervatív, és itt most a jó értelembe vett a konzervatívot, ne úgy értsék, ami egy pejoratív közelítés, hanem teljesen természetesnek veszik azt, hogy egy társadalomban nő az nő legyen, a férfi férfi legyen, a maga tulajdonságainak a kiteljesítésével. És ha megengedik, akkor néhány gondolatot hadd mondjak az Európai Unióban, egy-két adatot. A bérkülönbség az Európai Unióban a férfiak és a nők között ugyanazért a munkáj 15,7%. Egyébként hozzáteszem azt is, hogy nagyon sajátságos, hogy a képviselők száma az Európai Parlamentben 2019-ben 39% volt, 25-ben most idén 38,7%, tehát gyakorlatilag hasonló. És akkor, ha hazatérek, akkor ki kell emelnem azt, hogy az alaptörvényünk 15. cikk, az szó szerint azt mondja, a nők és a férfiak egyenjogúak Magyarországon. És itt szeretnék egy dolgot kiemelni, hogy a 199 fős parlamentben 28 nő ül, ez 18%-a a parlamentnek, és azt szükséges még ebből kiemelni, hogy a világban, egy 2021-ben a Világbank által készített felmérés szerint 190 országot vizsgáltak, 12 olyan ország van, ahol 100%-os a férfiak és a nők közti egyensúly. Magyarország a 22. helyen van a 190 országból, ahol 96,9 pontot kaptunk, ami szerintem egy egész szép eredmény. Hozzáteszem azt is, hogyha azt veszük figyelembe, hogy Magyarországon a férfiak-nők közti bérkülönbség mekkora, akkor az körülbelül ugyanannyi, mint egyébként az európai átlag. Tehát mi magunk is az európai átlag körül vagyunk. Nyilván ennek a konferenciának a legfőbb feladata az, hogy példákat mutasson. Példákat soroljon, már csak azért is, mert azért át is alakultak a női szerepek. Professzor úrnak éppen azt mondtam, hogy vasárnap mi ebédnél 4 generációt szoktunk együtt ülni. Hál' Isten, édesanyám él még, mi magunk a gyerekek, és van egy unokánk. És sokszor elgondolom, hogy az édesanyám és a dédunokája közötti korkülönbség 80 esztendő. Hogy ez alatt a 80 esztendő alatt micsoda változások mentek végbe. Sokkal nagyobb, mint az azt megelőző több száz év alatt összességében. Anyukám még, ugye azt hiszem talán kurblis telefon volt még annak idején, amikor ő a felnőtt életét kezdte. Ehhez képest ma már az unokám a mobiltelefonon videókat készít 7 évesen, ami elég sajátságos, bár a szülei nem engedik, amit hozzáteszem, nagyon helyesen tiltják tőle. Nem szükséges már ebben a korban ezt a kitettséget megélni. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a mai világban sokszerűek a változások, és sokszerű változásokat kell mindannyiunknak megélni, nőknek, férfiaknak. Viszont, és akkor itt hadd idézzem
Ferenc pápát, aki azt mondta, hogy a női mi volt eldöntése, és ezt üzenem innen minden neoliberális, egyébként mindenféle gender ügyekben és gender ügyekkel átitatott nem csak nemzettársamnak, hanem a világban minden embernek. A női mi volt eldöntése nem közmegegyezés vagy ideológia függvénye, hanem a nők és a férfiak méltósága nem papírra, hanem a testbe van írva. Én azt gondolom, hogy a legszebben ez fejezi ki azt, amiről mi úgy gondolkodunk egy világban, egy társadalomban, hogy az nőkből és férfiakból áll. És végül, ha már a példákat említettem, akkor hadd említsem azt is, amit szintén Ferenc pápa mondott, hogy a nő a remény jele. Én úgy gondolom, hogy egy nőnek, és ha már professzor úr a világban visszarepített bennünket, akkor én tanulmányaim során is a rómaiak világát tekintve azt tanultam, hogy a nők dolga ugye a tűzhelyek tisztán tartása. De igenis, szükség van arra a puhaságra, figyelemre, odafigyelésre, amit véleményem szerint csak egy nő tud adni. A női jellem, a női belső, a női mi volt, hiszen mi nők a szívünkkel gondolkodunk, a férfiak az eszükkel éreznek, és ez szerintem így van jól. Ebben a munka megosztásban vagyunk teljesen egyek. Köszönöm a figyelmüket, és kívánok nagyon jó tanácskozást. Köszönöm a figyelmüket.